Az elmúlt évek krízisei, a világjárvány, a klímaváltozás okozta természeti katasztrófák és az ebből is fakadó háborúk igencsak kikezdték mentális jólétünket. Ezt a humanitárius szakmában dolgozók nap mint nap érzékelik, ahogy traumatizáló helyzetek sorával találkoznak és keresik az ezekkel való megküzdés eszközeit. A máltai tanulmányok legfrissebb száma, amely elektronikus formában már olvasható a maltaitanulmányok.hu oldalon, ezért számba veszi a korunk krízisei által leginkább sújtott rétegek előtt álló megoldási lehetőségeket. Lapszámunkban szó esik a digitális korban felnövő és a virtuális világgal szemben védtelen kiskorúakról. A minden eddiginél aggasztóbb helyzetet jelzi, hogy ma már a kamaszok hetede küzd mentális problémákkal, és a diákok negyede foglalkozott már öngyilkossági gondolatokkal. A családi és iskolai segítséget az ő esetükben különösen fontos lenne becsatornázni a pszichológus szakma irányába, sürgetnek a szakemberek. A szülőkre ugyanakkor nagy szükség van még felnőtt korban is. Egyik tanulmányunk arról szól, mennyiben segíti a nagyszülők aktív jelenléte a gyermekvállalást a fiatal párok esetében. Mai világunkban különösen traumatizáltak a környezetünk állapotáért küzdő, ebben megfáradt szakemberek, akik számára közösségük a hasonló értékrendet vallók ereje jelenthet kapaszkodót. Szó esik kevésbé megszokott terápiákról is lapunkban, így a kert vagy az irodalom gyógyító hatását megtapasztaló mentális, illetve autoimmun betegekről. A segíteni csak jól szabad parancsát szem előtt tartó, mentálhigiénés szakemberek számára hasznos tanulságokkal szolgálhatnak a pasztorálpszichológusok tapasztalatai, akik leírják, hogyan tudták élhetővé tenni egy pánikbetegséggel küzdő asszony mindennapjait. A szociális szférában és más segítő szakmában dolgozók sokszor a diakónusok jelmondatát tartják szem előtt, jutalmam, hogy tehetem. Ugyanakkor ők is eljuthatnak a lelki fáradtság olyan szintjére, amelyet már kiégésnek nevezhetünk. Ennek tüneteit egy segítőket támogató szupervízor írja le, ahogy azt is végigveszi a szerző, milyen módon igyekszik ilyenkor megmutatni a fényt az alagút végén, és hogyan támogatja ebben a megküzdésben mindkettejüket a hit. Mások mellett ezekről a témákról olvashatnak a Máltai Tanulmányok idei harmadik számában, elektronikus vagy nyomtatott változatban. Korunk közös traumáiról, kríziseiről és az ezekre adható válaszokról tovább gondolkodnak szerzőink, Csepeli György szociálpszichológus, Hézsel Gábor pasztorálpszichológus lelkész, és Pilinszky Attila szociológus, Petesné Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének igazgatója moderációjával, azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyen a Máltai Tanulmányok legújabb számát mutatjuk be szeptember 17-én. Szeretettel várunk mindenkit!